Nagyon örülünk, úgy gondolom ez egy nagyon nagy rangadó volt, hiszen mind a két csapat számára nagyon fontos volt ez a mérkőzés, de mi úgy jöttünk ki az öltözőből, és az első pillanattól szerintem lehetett érezni, hogy mi nem fogjuk ezt a két pontot adni. Második fél időben egy kicsit nagyobb előny, és azt nem is engedtük ki. Kicsit fellélegezhetünk, de úgy gondolom, hogy ezzel lendülettel még erőt kell merítenünk a következő négy meccsünkre. Hát igen, úgy gondolom, hogy ez a védekezés mellett már lehet védeni, és igyekeztem én is mindent megtenni a kapuból. Annyira szakmában megmondom őszintén, nem is megyek bele. Nem is igazából az, hogy ez annyira kellett ennek a csapatnak, hogy el sem tudom képzelni. Senki nem tudja elképzelni rajtam kívül, itt vagyok velük nap, mint nap is dolgoznak. Ez borzasztóan fontos volt a lelküknek. Nyilvánvaló kellett ez a két pont is, meg nagyon sokszor ott vagyunk a határon. Mindig csak egy parányi dolog az, ami elvette tőlünk azt a egy vagy két pontot, és most úgy gondolom, hogy ez a gát átszakad, és a hátralévő meccseken még nagyon-nagyon jól tudunk szerepelni. De a lelküknek volt ez nagyon-nagyon fontos. Gondoltam, hogy mindent meg fog tenni a Kisvárdának érdekében, hogy győzni tudjon. Iszonyatos sokat foglalkoztunk a védekezéssel, nagyon-nagyon sokat foglalkoztunk megint csak. Egy fiatal csapat, ez ennyire hullámzó. De abba bízom, hogy tanultak annyit ebbe az évben most már, hogy a hátralévő mérkőzéseken ezeket a dolgokat, amiket most ilyen szépen megoldanak, meg tudják oldani a továbbiakban is.